rendezvénykérés, nagyon nagy szeretettel köszönök mindenkit. Én Lassó Kristóf vagyok, a Fuga produkciós vezetője. És nincs is igazán sok mondani való azon kívül, hogy nagyon-nagyon tartalmas jó szórakozást kívánok önöknek a könyvbemutatóra, illetve van egy szolgálati közlemény, meg egy kérés. A szolgálati közlemény, amit látnak, hogy televízió felvétel készül, ez egy törvényadat a kötelezettségünk, hogy tudjanak róla. Tehát, hogyha valakivel jött, amit nem szeretné, hogy együtt lássák, akkor most meg előbb előre. A másik pedig, hogy ez egy jó pillanat arra, hogy a telefonokat felhívtsák, hogy ne a telefon csendben zavarja az eseményt, és én át is fogom adni mindjárt a szervezőknek. Nagyon tartalmas, szép estét kívánok mindenkinek. Legjobbjait szeretnénk
úgy érezni, hogy megkapnak egy szép oklevelet, és megkapják az előttől balra, évőtőlem jobbra könyvek mindegyikét. Tehát ott látnak, hogy 5-6 könyvet, az előttel megkapják. Ez a pályázat nagyon-nagyon sok szerzőt hozott hozzánk. 500-an vannak általában körülbelül élet, de is meg egy tizedet a pályázat egyik fontos elemeként, amiket a mi szerkesztők olvasnak a napi tollára, a felkörülő és a napokra. Hát ez azt jelenti, hogy több ezer szerző már egyik. A legjobbak, amíg létezett a Prádai Tamás díjat, kapták meg azt viszont kifejezetten olyan legjobbnak kellett lennie, hogy elsődletes könyvként adtunk ki a nálunk feltűnt szerzőnek azt a könyvet, amely kihathatóvá tett. És emellett Prádai Tamás díj sajnos már nincs, miatta nincs. A kiemelt alkotókat és még inkább a díjbódiasokat minden esztendőben a szerkesztők kiválasztják. Idén 18-an érdemesültek erre. 3 díjas és 15 kiemelt alkotó. Akik nagy örömömre, miután visszajelezték, hogy itt vannak, nem egy közülük, nem kettő és nem három, vidékről is elutazott, mert megtisztelítés, ez nekem nagy öröm ezt az eseményt, hogy nálunk a pályázaton így megbecsültük, amit írt, és ilyen közlés után még a díjat is megkaphatja. Itt zárójelbe teszem hozzá, hogy megváltoztattuk az idei kiírásban már azt a feltételt, hogy kötettel, hivatalos kiadóban kiadott kötettel rendelkezők már nem pályázhatnak. Eddig egy kitétel nem volt, és eléggé vegyessé vált így a mező. Erre nem figyeltünk. Arra figyeltünk csak, hogy teljes kötetni kézirattal nem lehetett pályázni. Engedjék meg, hogy izguljak. Nekem ezek lassan utolsó ilyen alkalmak, hogy önök elé álljak, és különösen ilyen nagyszámú publikum elé, akiknek a java, hála Istennek hozta barátait is, hogy át tudják venni ezt a díjat. Ez a díjátadás fog megtörténni az estünk első részében. A másodikban pedig, még akkor mondok majd annak idején egyel több mondatot, nagyszerű barátunk Zöldi Pál betört a magyar irodalomban, én mindig is tudtam az értékét, de ő elhúzódott, hátrébban út másik fejtette ki a sokszínű elejét. A Magyar Napnál megjelent kötete szerintem alaptanul erős hozzakötet. Több novelláját be is választották különböző antológiákban, gyönyörűen be is mutatkozott már egy beszélgetésünk. Versenyt azonban most először jelennek meg nálunk. 70 éves ez, de nem most jelzett verseket, mindig csak most gyűjtötte össze. És nagy öröm számunkra, hogy az est második részében, ezt azért is mondom, hogy mi gazdálkodjunk az idővel, hogy van lehetőség, majd ők következnek. Még mielőtt azt fogom kérni, hogy talán az egy jó megoldás, hogy a tudtommal 15-en, a 14-ből, akik itt vannak, vagy megbizottjuk itt van, megkérem, hogy mind jöjjenek ki, és ne egyenként, ezt hogy mindjárt megkérem, és akkor ha már itt vannak, máshol is így szokott lenni, akkor egymás után adom át az oklevelet, és a könyveket nem azt mondta önök a végén, mindenki elviszi, annak hozzá majd akkor zacskót is. Igen.
szeretném megkérni, hogy pár egy olyan hinnyit fogom felolvasni, ha megengedik is, akik itt vannak, nem tudom, hol tudnak. Talán bőrbarátom megengedik csak az ő helyére. ABC-re mondom, és nem hívódiasság kezdve. Pontosan hívódiasság kezdve, mert úgy alakult, hogy a drámát, az esszét, a prózát és a verset kategóriákat szedtük ABC-re, és ezen belül Nemesvárra és Tatár Rózsa dráma kategóriában lettek a díjazottak. Kérem őket, hogy jöjjenek ki, de úgy díjazottak, hogy mind a ketten nívódíjat kaptak. Tehát három nívódíj van, közülük kettő a dráma műfajában, és úgy beszélték meg, hogy ők ketten, de csak ők szólhatnak is a közönséghez, mégpedig úgy, hogy ízelítőként valamit felolvasnak a díjazott drámában. Természetesen, ha öt oldalt olvasnának, akkor sem ismernék az egészet, egy-egy oldalban maradtunk. Az esszében Németh István Péter nem lesz itt, a prózában Hézel, Lusza Sára, Lackó Mária, Vezei László Miklós, Nemes Pét Ferenc, Reke Balázs és Sokcsevics Judit Ráhel. Közülük ketten Hézel, Lusza Sára és Sokcsevics Judit Ráhel műfordítása lett a próza kategóriában kiemelt alkotó. A versben Balázs Dániel, Barabás Blanka, ő a messzi Székelyföldről nem tudott jönni, Étót Judit, Papákos, Szabó Aida, Szűcs János, Torvai Xenia és Vörös Viktória, és van egy névódíjas a vers kategóriában, az Álmirán szerepelje, és nagyon erős szerző B.B. Lala. Itt pici információk, itt hozzátehetem, hogy többen a soroltak közül már máshol is voltak kiemelt szerzők, vagy nívódíjasok. Hát őket most nem fogom külön kiemelni, kik voltak. El lehet érni éveken át ezt a titulust, nem is egyszer. Tehát kérem őket, hogy jöjjenek ki, és amikor az előbb percre megálltam, akkor azt akartam elmondani két hét szóban vagy mondatban, hogy mik ezek a könyvek, amiket kapnak. A Önszó cikk egy olyan különleges antológia, amit Szondi György állított össze, és 200 alány kortárs magyar költő van benne, aki harmadik szemében lehetőleg humorosan saját magát bemutatja. Tessenek jönni! A másik egy olyan napszám, amelynek a címe napunkja volt, a harmadik Buzásúvának egy nagyon friss dráma kötete, a negyedik a Hasta kötet Tóthó Tamásnak a hatalmas próza folyamától egy-egy kötet. Tehát ebből is látszik, hogy minden műfajban valami. Vasari Péter tetőzés szívű kötete a verset jelenti, és a kiemelt dráma, drámában díjas, nívódíjasok pedig egy Zalán Tibor kötetet Tóthó Tamásnak a most nagy robbanás előtt álló Aranybajú hármasok a Nemzeti Színház szokja bemutatni drámáját és annak a kommentárjait. Sejn Gábornak egy kötetét, és a sorozatunkból a kortárs drámák, egy-egy ország kortárs drámájából a Madár ezredes az történetesen bolgár. Tehát ezek mind drámakötetek jöttetünk. Jaj, de hajnos! Na most válogatni? Egy-kettő, megvannak az eredetem. Na jó, akkor itt viszont. Ha ezt ne teszem, mi lesz? Hallanak így? Én két kezem kell, hogy legyen engem ölelek, engem átadom, a harmadikkor a hölgyek kapnak egy rózsát. Úgyhogy itt aztán tényleg már függetlenül a
műfajtól ABC van. Boris Dániel. Kiemelt alkotó, rózsát nem fog. Étó Gyula. Hát, hogy a végén mindenki elveszül. Jó, akkor tessék, tessék. Hogy el ne fonyoljon, csak azért majd. Hézer Ruszo Sáru műfordításban érte el ezt a... Hogy milyen szint adok, az a véletlen. Lackó Mária. Végül úgy ajánlott a lesztesége. Nagy Mezei László Miklós. Nemes Klára. Megegyeztünk, és önöknek mondtam előre, hogy ő nívódi hasa dráma. Akkor akarják? Jó, akkor Nemes P. Ferenc, azt hiszem nincs itt, de lehet, hogy van megbizottja, az bizottalan volt. Akkor ő sincs, megbizott se. Kap Ákos. Mondhattam volna, hogy úgyis elfelejtünk, hogy melyik kategória. A Naput Online-nak természetesen soroljuk. Sokcsevics Judit Ráhel, műfordítás. Most vagy a végén? Most is végén. Tessék? Azt mondja, hogy lehet, hogy nem tud maradni. És lehet, hogy el kell mennie. Persze, nyugodtan, persze, azért viszi a rózsát, jó. Ja, a könyveket is. Tessz, mindenikből együtt. Idáig, ezt a... És akkor adok egy zacskót. Szabó Aida, tessék? Ő például sokszoros nyertesünk, emlékszem. Köszönöm szépen. Szűcs János. Én vagyok. Nézzük. Oda nézzük. Úgy. Köszönöm szépen. Patrán Rózsa, a másik Névó Díjas. Tornai Szép. Valamit összetörődött. De nem. Tornaik szénió. Kinek kell csinálni képet? Jó, csinálj képet. Nem működik. Hát akkor a végén, jó? Vörös Viktória. Hát, most enni, és akkor a két névódiassal abban maradtunk, hogy felolvasnak egy-egy oldalmi szöveget a Gyula után. Tessék, hogy mikrofont adok. Kell mikrofont? Nem, nem, de kell mikrofont, hát, hallanak a hátul? Igen.
Elég erős a hangom, úgyhogy én szerintem ennyi lesz. Először is elnézést kérek, mert nem lesz egy igazi művészi felolvasás, mert dialógus egy személyben felolvasni nem igazán egyszerű, de azért megpróbálom. A drámám címe kiáltása értelemben. Drámám témája, mennyit ér az ember, mennyit ér az élet idegenben, idegenként. Az utolsó jelenetből olvasok fel egy részletet. Kata házi ápolóként dolgozik egy családnál Európában. Gondolataiban a valóság és a képzelet határai összemosódnak. A párbeszéd Kata és egy férfi között zajlik. Még sötét színpad, csupán egy fejgép világítja meg Katát. Az asztalnál ül, és a vele szemben ülő, homályba veszett személyhez beszél. Kata. Mit vár tőlem? Mit mondja? Férfinak. Az igaza. Kata. Fáj a fejem, alig tudok gondolkodni. Kaphatnék egy kis vizet? Egy kéz feléje tol egy vízzel teli poharat. Köszönöm. Lassan iszik belőle. Mióta vagyok itt? Férfi hang. 2 hete. Kata. 2 hete? Hogy lehetséges ez? Nem emlékszem másra, csupán töredékekre. Férfi hang. Biztos benne? Gondolkodjon nyugodtan. Van itt. Kata. Olyan zavaros minden. Azt tudom, hogy Frau Hessinnél dolgozom. Minden reggel 7:30-kor kell, beadom neki a gyógyszereit. Az ágy másik fele üres. Férfi hang. Mit jelent az, hogy üres? Kata. Nem fekszik mellette senki sem. Remegő kézzel szájához emeli a poharat, kortyol belőle. Kimegyünk a fürdőbe. Ideges. Mindig ideges. Testkefével végig dörzsölöm tetőtől talpig, aztán mosdókesztyűvel lemosom. Világos színűvel a felső testét, sötéttel az alsót. Utána ápolótejjel átkenem. A lábfejét gyógynövényes olajjal masszírozom. Felöltöztetem. Aztán jön az arckrém, fésülködés, minden héten be kell csavarni a haját, hogy hullámos legyen. Szeretem, ha ápolt. Sötét barna hajfestéket használ, mint én. Még a hajformánk is hasonló, Kleopátra. Lemegyünk a nappali étkező részébe, reggelizünk. Türelmetlen, mindenbe beleköt. Férfi hang. Erre maga, Kata. Ráhagyom, hiszen azért vagyok ott, hogy segítsek. Beteg, egyedül nem tud közlekedni még a házban sem. Muszáj támogatni testileg és lelkileg. De hálátlan. Állandóan többet akar, nem állhatok le a munkával, dolgoznom kell. Nem adja ki a szabad időmet, csak zsörtölődik és újabb feladatokat ad. Újabbat és még újabbat. Fáradt vagyok. Nagyon fáradt. Számolom a napokat. De mintha gyarapodnának a helyek, hogy csökkennének. Esténként imádkozom, hogy bírjam ő. Férfinak. Miért nem bontja fel a szerződését? Kata. Mert szükségem van a teljes fizetésemre. Alig hallhatóan sírni kezd. 52 éves vagyok. Dolgozni járok ide nem azért, hogy letelepedjek vagy férjet fogjak. Úgy érzem, megbolondultam, talán megint egy agyag figurához beszélek. Férfi hang. Nyugodjon meg, valóságos személlyel beszélek. Eddig volt az egy oldal, de ebből nem értek semmi. Megérdemli a főszerkesztő úr, hogy ezt a részményt felolvassam, hogy érthető legyen a szituációban, tehát betesz. Közönségek. Nagyon szépen köszönöm. Kata. Bezárva lenni egy házban egy beteggel, anélkül, hogy néhány órára a szabadba menjen, átszellőztessem a fejem, tisztába tegyem a gondolataimat, megnyugtassam az érzéseimet, nagyon nehéz. Nincs kihez szólnom,
Csak egy béka figurához az asztallapon. Hát nem nevetséges, egy tárgya barátom. Lakik még valaki a házban? Kata. Nem, férfi hang. Nemrég azt mondta, a hálószobai ágy másik oldala üres. Ki szokott feküdni mellette? Kata. Frau Kesztin férje meghalt, már jó ideje özvegy, férfi hang. De valaki éjjelente fekszik mellette? Kata. Nem tudom, tényleg nem tudom. Férfi hang. Van Frau Kesztinnek hozzátartozója? Kata. Egy lánya, aki külföldön él. Férfi hang. Esetleg más? Kata. Egy unokahúga. Férfi hang. És melyikükkel kötötte a szerződését? Kata. A fiával. Rövid feszült csend után. Jaj Istenem, Gerda! Gerda, mit tettem? Férfi hang. Frau kis, nyugodjon meg! Kata. Gyilkos vagyok, megöltem egy embert, biztos úr! Férfi hang. Hilda, hozom kérem egy nyugtató injekciót! Egy orvosi rendelőképe bontakozik ki az egyre erősödő fényben. Az asszisztens a fecskendőre igazítja a tőt, és az orvosnak adja. Eddig tartott a kiemelt részt, és végezetül engedjék meg, hogy köszönetet mondjak. Napjainkban igen ritka, hogy egy irodalmi és kulturális folyóirat dráma kategóriában pályázatot hirdessen, fogadja, elolvassa, elbírálja, ha arra érdemes jutalmazza, kortól, nemtől, ismertségtől függetlenül. A többi pályázó nevében is köszönöm napot, köszönöm Cédrus! Akik az egyik 50 éves, a másik 62. Ibolya. Ő az idősebb. Álltam, mintha megfagytam volna. Nem éreztem semmit. Teljes dermedtség, sírni nem tudtam, kiabálni, sikoltozni se. Mintha megszűnt volna a vérkeringésem is. És a világ is. Nem. Az nem. A világ nem. Nagyon is létezett. A sírások, az exhumáló bizottság, a nyitott sír, a kicsi koporsó szétkorhat deszkáit valamikor befedő lepel, mind létezett. Csupán Hajnalka, az öthetes testvérünk csontjai nem voltak sehol. Pedig ott kellett volna lennie. A koporsóban, a csontoknak mindenképpen. 50 év után másra nem lehetett számítani. Ezt tudtam. Sír. Legyen egy sírban a szüleinkkel. Ez volt a szándékunk. És most semmi. Olyan volt az egész, mint egy rossz film. Mindjárt kiírják, hogy ennyi. Jön a stáblista a kifutó zenével, de az se jött. Az exhumáló bizottság elnöke jött oda hozzám, hogy írjam alá a jegyzőkönyvet. Itt van, nézd! Gizella, mutasd! Nézi a papírt, felolvas belőle. Az exhumáló bizottság a sírban emberi maradványokat nem talál, csupán a koporsót és a foszladozó szemfedele. Döbbenetes. Ibolya, nyugodj meg, Jézuskám, igyál egy kis vizet. Gizella, ne félj, nyugodt vagyok. De te bevetted a gyógyszeret? Nehogy valami bajod legyen. Ibolya,
bevettem, meg a nyugtatót is. Felkészültem. Nem is tudom, mi lett volna velem másképp. Talán a mentőviszel, ha egyáltalán kibírtam volna, amíg odaér. Kész a teja, tölt mindkettőjüknek, Gizella kétségbe esve. Szerinted mi történhetett? Tudsz valami magyarázatot arra, hogy hajnak a holtteste hol lehet? Mégis mi történt? Sírrablás? Halott gyalázás? De mikor? Ki követte el? Évtizedeken át jártunk a sírhoz, anyával, apával, együtt vittük a virágot, gyújtottuk a gyertyát halottak napján, és egy üres sírnál álltunk eddig. Mondj már valamit! Igen, mondjál, te vagy az idősen. 12 éves voltál, amikor hajnalkával megszülettünk, mint ikrek. Hova lett a holtteste? Azt nem tudom. Nézd, mint aki szellem idéz, dadogva beszélni kezd. A temetésen én nem voltam ott. De miért? Gizella, ezen nem csodálkozom. 12 éves voltál, akkoriban gyerekeket nem vittek temetésre. Ibolya, nézd messzi a múltba. De igen. Igen. Akkoriban igen. 8 éves voltam, amikor a nagyapám meghalt. Az ő temetésére elvittek. De akkor miért nem vittek el a hajnalka temetésére? Nem emlékszem. Nem emlékszem arra sem, hogy miért nem vittek el. Csak arra emlékszem, hogy halottak napján elmentünk a sírhoz, meg utána mindig, amikor nagypapa és nagymama sírjához is. Gizella, kitől lehetne megkérdezni? Egyáltalán mit lehet tenni? Feljelentést? Mit mondott az exhumáló bizottság? Semmit. Ők sem tudják, mit kell ilyenkor tenni. Ibolya néz a semmiben, majd feláll, járkálna, de nincs ereje. Amikor még bent voltatok, a koraszülött osztályon, az inkubátorban, egyszer anya otthon, az ebédnél azt mondta, hogy a szülészorvos megkérdezte tőle, hogy nem adná-e neki örökbe hajnalkát. Köszönöm szépen, köszönöm, és külön köszönöm a Cézus Művészeti Alapítványnak és dr. Szondi György alapító főszerkesztőnek, hogy én már másodszorra kaphattam nyugdíjat a drámámért, és itt szeretném elmondani, hogy mindenki tudja, hogy a világ minden részén olvassák a Naput online, ugyanis az előző drámámat Marosvásárhelyen olvastam Farkas Ibolya színművésznő, és így kezdték el játszani. Tehát a többi szerzőtársnak is mondom biztatásul, hogy az egész világ tudhat róla, és nagyon még egy taps születhetne. A drámátnak az elbírálója Kovács Katán Ferenc barátja. Egyszer sáj fel, hogy nem tapsul. És most elválasztó gitározás következik, majd pedig abban maradtunk a Brüsszelben, hogy amikor a
két beszélgető társak, Gyula Kérnek, Hajnal Gergely filmrendező fog Zöldi Pál barátunkkal beszélgetését kivonulok, tehát ez kettőjük terepe lesz. Akkor, ha ők gondolják, közben ismét zenél egyet a György barát, de most mindenki György barát. Lehet énekelni. Lehet. Én még gitározom. Nyugodtan énekelni. Úgyhogy egy ilyen plusz cikke lenne a borítóján.
Ez a az egy borostéke. Ugye? Uh-huh. Hogy kerül a kötetre a borostéke? Nem tudom, kell-e a mikrofon? Kell? Igen. Jó. Azért, mert vannak boros címkéim, amiket verseket írtam. Pontosabban nem is tudom, hogy versek mik, de a címlapon végül Szondi Bence ötlete volt a történelmi szerkesztője, hogy hát mi lenne, hogy mi legyen a címlapon? Tudom én. Hogy mi lenne, hogyha én. És akkor a végén lesz. De azért mondom, mert van négy igazi boros címke a kötetbe. Ebből kettőt elkészítettél. Kettőt én készítettem, mindent én találtam ki, de egyet például van Nitók Péter, aki itt van egyébként köztünk, egy másikat pedig egy leányzó, egy akkor még leány volt, ő csinálta. De a lényeg az, hogy adott pillanatában az életemnek rájöttem, hogy fogalmam nincs a szőlőművelésről, meg hasonlókról, holott vidéki vagyok, csak az én szüleimnek nem volt szőlője. És akkor hirtelen fölmozdulásomban vettem egy ilyen, hát 504 szögös szőlőt, 240 tőkén volt, azt tudom, ott eladó, nagyon fontos volt nekem. És amikor először csináltam bort, öcsém segített, mert ő egy nagyon gyakorlatias gyerek. És akkor meghívtam a barátomat, és ezt én most elolvosnám ezt a érdekes módon működik ez a mikrofon, vagy én vagyok ügyetlen, de nem ez az érdekes. Tehát Otello bor, és a címkéje, Aszú szív a neve. Igazi költői, az önsajnál maximum benne van. Nehéz veres pármár fekete bor, bivajfölt és süvegen, 2010 párfordulóján. Ez ugyancsak a fölében, ami szokott a boros cikkéket lenni. Maga a szöveg. Masszív asztalt keres, amikor ezt a bort iszod, mely elbírja, ha évszázadok könyökölnek rajta. Nem bozott tűz oltására való, a száradó utak kincse mélyben rejlik, lassú veder való hozzá, nem is kitaposott út. Tehát rendesen megadtam a módját. Ahogy a bor is érmegyődik, ezek is hosszan készül, talán már óvannak is adhatnánk, de veletes, mekkora időtávot fog ez állt? Nagyon nagy időtávot fog állt, 19 éves koromtól kezdtem én írni verseket, akkor így bírtam életben maradni, hogy verset írok, és úgy érzem, hogy ugye az életem nem arról szól pusztán, ami ott van, Bogár Jánosi gazdaságban dolgoztam szőlőmunkásként. Egyébként a borhoz, szőlőhöz úgy szakrálisan nem volt közöm, hát mint munka az igen. És viszont esténként lejártam a Balatonpartra és néztem a vizet. És vigasztalódtam, és nagyon jól éreztem magam néha, tehát, és vannak onnan egy fontos vers, Fájdalom a címe, abok marcangolják fövelyre téhozott lábnyomom, fáj, hogy marcangolják, fáj, hogy fövelyre téhozoltam, hogy téhozoltam, fáj, hogy marcangolják, fáj, hogy csak a habok. Tehát ezt én átértem ezt a dolgot. Az egy nagy mélymerülés volt nekem több szempontból is. Ez a bogár
utána aztán most gondolom nem azért kérdeztek, hogy végigmondjam az életemet, csak hogy ez onnan kezdődik. Abszolút, hát hogy az időre ellenállásunk, illetve itt is a borgmódikóba bejön, és nagyon érdekes, hogy megnéztem, nem akkor azért meg ilyen statisztikai vágyaim voltak, de gyakorlatilag így szépen egyenletesen osztanak el ezek a borosz címkék az első oldalon, a 16. oldalon, a 30. és a 45. oldalon. Nem tudom, hogy ez hogy alakult így. Végetlenül. Igen, és hogy szintézisben vannak ezek a borosz címkék azokkal a szövegekkel, amik akár 19 éves korodban születnek. Ez neked nagyon ismerős, mert nagyon sok minden szintetizálsz, és most ezeket a fiatal éveket emlékezted, hogy azt gondolom, hogy a Zóna című szöveget most Zóna. Ideje lehet, hogy 30-30. Igen, ez nagyon jó, ez olyan vers, amit nem is lehet ülve olvasni. Zóna. Akkoriban üvölt a Tarkovszki őrület egyébként, elmondanám. És ez a 90-es évek eleje. 80-as. Látom, bizony, kinek mikor. Zóna. Igen. Na és? Itt élünk. Itt perzsel a nyár, és üvít a tél. Innen jól látni, hogy kell a nap, és terül az éjszaka. Így a közép, a lehetőségek hazán. Bármi, bármikor megtörténhet, a tervek pedig nem úgy valósulnak meg. Ez itt szabadság. Érdemes élni. Nem veszünk komolyan semmit, pusztán önmagunk. Az érvényes. Te vagy a húr, a zóna, hangzás. Másképpen szólva a zóna, afféle nadrágba ügyetlenül betűrt ing. Mondhatné másnaposság, tivornyák rosszul leplezett nyoma. Dermet válnék. Hogy jól érzem-e magam? Jól. Ez a hazám. S hozzám még lovas ember volnék. Nem is mondhatok mást. Mert a zónán élni nem győzelem, és nem vereség. Mert a zóna nem ló, és nem is lovas, hanem nyerek, meg köplő. Említetted a Bográr Vigyőr meg a illetségét, és most itt van ez a szöveg is, hogy mikor írsz te, hogy jól vagy, vagy nem annyira grutatéresen, mi lesz rá az írásra? Igazából azt hiszem, a szavak állandóan hömpölyögnek bennem. Hát örömmel ritkán írok, az biztos. Inkább nagyon küzdök valamivel, és próbálom kibányászni magamat valami gödörből. És akkor nagy-nagy beismeréseim vannak. És olyankor soha nem sejtett erőforrások fakadnak bennem. És akkor jön ki ez az utolsó mondat, hogy a zónán élni mindjárt. Egyszerre jön ki a szöveg, hogy elkezd sorgagálni, aztán formálódik hosszabban, hogy még egyszer megérsz, az nem jössz. Úgy mondanám, hogy ő hiperdül. Nem nagyon dolgozok én a verseken, ez az igazság. Tehát én ha költő vagyok, akkor én ős eredeti költő vagyok. Minden, amelyik fölmászik a világvára, az sorogatnál a ordivál. Ő se tudja, hogy mi, a többiek se. De mégis valaki minden
mindenki valamit hall. És azt mondja, aha, aha, vagy elmegyem, hogy ez hülyeség. Belefér. Hát ilyen voltak az áltosok, tehát nem. Jobb volt, persze mások is Isten őrizzük meg már csak bárki. De... Nagyon furcsa ez, amit... Van elég hangom szerintem is. Tehát én azt mondom, hogy a táltos, vagy a mágus, vagy nem tudom, az azért mondja, mert ki kell mondja. Nem azért, hogy te megtudtad, hol a keleti pályaudvar, vagy a mit kell csináljál a gyerekeddel. Ez érdektelen. Annyit mond, hogy nézd magadba. Hogy te ezt mire alkalmazod? Vagy ne nézd, te ne nézd magadba, mert véged van. Ha rád vonatkozik, érted, hogy mit mondod. Ha nem, hiába ír egy regény. Én ezt gondolom a versről. Az kijön, és azért mondom, mert valamiért mondanom kell. Fogd. Nagyon jó, hogy azt mondod, hogy az önazonosság az, aki bennük visz. És hát gyakorlatilag a hotel civilben is író van, és civilben is követő van. Most az a kérdés, hogy ez a zsebregyűrt glória lesz. A zsebregyűrt glória az azért a származásom, meg a neveltetésem, ami egy elég erősen keresztény közegbe zajlott, és megtanultam egy bizonyos nyelvezetet, egy bizonyos fogalomrendszer, hogy így kell az életet leírni, ilyet mondunk, ilyet nem mondunk, bár ez már nyelv, és nyelv helyességi dolog, de hogy miről beszélünk egyáltalán. És sokszor úgy éreztem, hogy akiket én olvastam fiatal koromban, hát azok eléggé olyan glóriás költők voltak. Most nagyon nagyra becsülöm én Sík Sándort, meg a többieket. De akkor is én nem akartam ilyen szent dolgokról beszélni. Nem bírtam ilyenekről beszélni. Mert úgy éreztem, hogy nem igaz. Olyan, mint az ezredik csomó a perzsa szőnyegen. Kell egy rossz csomó belekötni, nehogy Isten művével betekedni látszom az én művel. Tehát én azt mondom, igen, én civilben vagyok. Zsebre gyűröm a glóriámat, de van. Tudom, hogy van, de olyan, amit zsebre lehet gyűrni. Nagy erőtöket is emlegettél, hogy kik voltak, akiktől kaptál valamilyen reflexiót, amikor elkezdett gondolkozni, és egész ambíciói kezdtek venni az írás terén. Muszáj fölálljak, hogyha így élőben beszélek, mert akkor jobban elhiszem, hogy fontos, amit mondok. Tehát egyrészt nagyon fontos ember volt nekem Balatonbogláron, Geusis Gyuszi, aki egy fogós szüléssel született, tehát elég furcsa volt a feje is, meg a keze is, tehát ilyen kicsit sérült volt, de csak a teste. És ilyen háromkerekű kocsival ment. Akkoriban nem volt még ilyen körüljárt téma ez a sérültség. Ő nagyon nyugodtan el tudott menni a boltba, ahol nem ment, de odaadta a cédulát. Elvették, kihozták pénzt, elvették, kész, hazavitte a... De Gyuszi egy nagyon jó fej volt, és engem nagyon támogatott, mert én ugye a boglári műszak után azt megismerkedtem el, és mindig lementem hozzá, és akkor nagyon jókat beszélgettünk, és ő mondta, meg írtam az időről, a térről, mindenféle dologról, és ő mindig biztatott, hogy ez nagyon jó, csak csinálja. És ez óriási. Aztán, amikor följöttem Pestre, különböző tévedések folyamatába, akkor én találkoztam egy mérnök emberrel, és az elküldte, nagyon a fiatalkori önmagát látta bennem, ilyen avantgárd dolgot, ez vagyunk a 70-es évek elején, 74, ilyesmi, 75, és
leküldte Pilinszky Ágostnak a verseimet, aki engem meghívott. És ez olyan különleges dolog volt, mert én olvastam Pilinszky Ágost, mint a féle sznob. De én nem voltam oda. Mert éreztem azt a sok fájdalmat, meg olyan éles dolgok voltak, és én meg ugye egy fiatal, 20 éves fiú voltam, aki bulizott, meg zenélt, meg mindent csinált. Annyira nem voltam erre velő, és amikor meghívott, ő zavarba is voltam. Na, jól nézek ki. Most hát elmegyek hozzá, de egy fantasztikus ember volt. És nem azért, mert én bennem valami különlegeset látott. Persze látott, de szerintem akit ő közelengedett magához, abban mind látta azt, amit csak ő látott. Szóval ő nem csak az ő látványa volt, angyali, vagy hogy mondjam, hanem amit ő látott, az is valahogy az éteri szférákba történt. És én akkor azzá váltam, amikor én elmentem hozzá, és sokszor szerintem ő is tudta, hogy nem értem, amit mond. Olyanokról mesélt nekem, hogy a Brookféle színház, meg én riadtan olvastam, utána mentem haza, és gyorsan kerestem Grotowski, meg egyebeket. De fantasztikus ember volt, és ő nekem nagyon sokat jelentett. Olyannyira, hogy akkor itt kapott egy nagyon érdekes fordulatot az életem, mert ő engem beajánlott az Éshöz. Mert én nem akartam a Bibliában meg az Új Eberben szerepelni, ezt én mondtam, hogy nem. Ha már a glóriát, akkor levettem. Hát igen, levettem a glóriát, mert azt mondtam, neki mond. Azt mondja, miért nem publikálsz? És én, aki senki, azt mondtam, hát gondolod, hogy én elviszem a szerkesztőségbe, majd felfedeznek. Hát azt mondja, jó, de az ellen meg kéne jelenni, mert azt mondom, hát majd egy kötetet kiadnak. Hát azt mondja, igen, de ahhoz kéne, de mondom, nem megyek be. Azt mondja, majd én beviszem, új ember, vigília, közlünk, aztán mondom, nem. Én nem fogok a cserét lépcsőn fölmenni az irodalomba. Ha nem a nagy kapun, akkor kívül. De aranyos, fantasztikus volt. Azt mondta, de én is ott publikát mondom, de te megengedheted magadnak, te már vagy valaki. Te már egy költő vagy, aki katolikus. Én meg még nem vagyok egy költő, hanem én szeretnék először priváti. Na, azt akkor így jött az és, az Ésnél elég rendesen, mint a csikket úgy. Vagy na hát azért mit képzelek ideológiailag. Meg egyáltalán nekük ez volt a dolguk, akkor azért nem voltam ilyen megengedő, most már 70 éves vagyok, persze könnyen beszélek, mert túléltem minden. De akkor engem azt mondtam, nem írok. Kész, ha ezt lehet mondani, az én legintimebb, legszentebb drapériáim, amit itt kiterültek, azt írod a csapni, na hát kösz, ezt nem. Úgyhogy másfél évvel is írtam, viszont megnősültem, mert úgy gondoltam, hogy művész nem leszek már, viszont akkor a normál üzem az egy család. Szüleimnek is családja volt, és kihagytam a számításból, hogy ők egy világháború után házasodtak össze, túlélték, meg 30 évesek voltak, én meg még csak 23. És hirtelen lemásoltam valami nagy dolgot, de nem tudtam, viszont egy nagyon erős társam volt, aki hihetetlen energiával engem beirányított abba az csatornába, amivel a család egzisztálni tud. Tehát elmondtuk, mit gondol az ilyen művészi dolgokról, hát persze, vannak szükséges, meg hát ilyen addicionális dolgok. Úgyhogy akkor én ezt eléggé elvesztettem egy 40 évre,
Persze titokban az az asztal alatt írtam én. Csak civilben. De csak civilben. Na, de beesett, nem? És akkor itt volt az a Szegeden is írt, Szegedre költöztünk, és akkor itt most befejezem, mert ez volt egy lényeges dolog, amit a múltkor jött ki belőlem, hogy Szegeden meg ugye ilyen rövid prózákat írtam, mint itt a miniatúrát, és akkor azt nem. Azt mondták, hát ez nagyon rövidek. Mondtam, de hát Kafka is rövideket írt, mi van? És akkor mondták, de hát azért, ráadásul mondom, de hát ez még pessimista is. Hát én meg nem vagyok pessimista, mondták, nem. Úgyhogy akkor feladtam, azóta volt ott alapok, hosszú sál, mint az ismeretlen írók szokták. Ezekből olvas föl, légy szívesen. Egy-kettőt, és hozzáadnám azt, hogy ahogy olvas az ember a szövegjegyet, akár a miniatúrát, akár a verseket, nem lehet nem észrevenni azt, hogy egymást váltogatják a optimistát és a pessimistát szövegeit. Mert hogy vannak optimista szövegek, és én azt mondom, hogy ilyen kettő is olvasni. Jó. Na, az aranyugráni vágy ember feletti erő kölcsönző tagjainak, így én is azon kevesek közé tartozom, akiknek végül sikerült átjutniuk a hárból. Jelző karomat az első szabad helyre levertem, kicsi indeszkaros házat róttam össze, berendezkedtem. Kipakoltam, szemügyröltem szerszámaimat, nekikészültem az ásásnak. Körbe pillantottam. Az én parcellámat kivéve mindenütt lázas munka folyik. Elbizonytalanodva szedezősködtem össze, és a legszorgalmasabban lapátoló ember közelébe telepettem le. Evenyészet hajlékomban aludni tértem, reggelre szomszédom, ott én váltam. Lassan bebarangoltam az egész delta vidéket, de sehol nem találtam helyet. A gazdag telér hírére mindenemet loholtunk fölfelé a folyó mentén. Sikerült egy viszonylag jó parcellát foglalnom, de míg a többiek dűrten, reménykedve túrták a keményre fagyott földet, én csak ültem és vártam. S valóban előbb-utóbb mindig újabb és gazdagabb lelőhelyekről érkeztek hírek. Én pedig mivel takarékosan bántam erőmmel, egyre frissebben indultam. Csak talpra ugrottam, s mint a társaim kikászálott a gödreikből, már szinte behozhatatlan előnyre tettem szert. Aranykeresésem egyetlen gyorsuló ütemű szállítás volt. Egyre jobb parcellákhoz jutottam, de még jobban kihagytam ott őket. Aztán fölvirradt a nap, mert ő mindig is tartottam. Nem jött több hír sehonnan. Bizonytalan léptekkel magam indultam tovább. Mentem hátra-hátra nézve. Tanással vizsgálódtam, s vállatomba levertem jelzőkarómat. Mostanra már majd mindenki elhaladt mellettem tovább fölfelé. Hívnak, kérdeznek. Belépig állok a gödörbe. Lassan mélyül, alig hallok. Mit is mondhatnék még? Én már itthon vagyok. A másik. Árnyék nélkül. Jól tudtam, a tengerhez csak a sivatagon átjuthatok el.
és valóban egy idő után minden víz elapad, és a vibráló hőségbe felszívódott minden nedvesség. Kiszáradva vonszoltam magamat mégis előre. Aztán már csak elnyúlva öntudatlan ismétlődő mozdulattal kaparáztam a hóhot. Mivel pedig ez a forrás az életemet mentette meg, elhatároztam, mindenkivel megosztom kincsemet. Vágyul faragtam az állatok itatásához, jó pár korsót beszereztem. Néhány kezdetleges hajlékfélét is összeütöttem, legyen, hogy megpihenjük az utasoknak. Mikor már mindenre elkészültem, nincs a forrás sehol. Az oda csődült utasok csalódottan hangoskodtak. Izgatottan kotoráztam a homokba, szégyenkezve bizonygattam igazamat. Lögnösni kezdtek, végül jól helyben hagytak. A romokat lassan betemeti a homok. Szétszóródott cserepeim árnyéka egyre fogy, zsugorodott. Némelyik utas ide lép. Lélegzett visszafolyva a homokba simulok, míg fölfrissíti magát. Többnyire tenyerükből isznak, s ha meg is pihennek, itt nem késnek sokat, mert az út valóban a tengeren vezet. De én innen ugyanhová is mehetnék. Ebben egy külön helyet foglalnak ezek a szövegek, hogy mi is vagyunk, hogy ez a versesetekben, hogy kerülnek bele ezek, hogy a különösségek is. A miniatúra. Mert nagyon lesz abszolút távol a miniatúrák, hogy ebben a kötetben eljönnek. Hát úgy, hogy ezek nem történetek a maguk valójában, hanem egy ilyen vers, de mint amikor, tehát nem egy kikalapált ért pénz, hanem amikor ez még forr, még benne van a kóba. És onnan valahogy, mint az ólomöntéskor. Hogy bele a vízbe, és kijön. És nekem ez nagyon-nagyon sokat jelentett annak idején, hogy meg tudtam fogalmazni magamnak. Mert a vers lehet, hogy néha manír, nem tudom mi. Ezek nem. Ez annyira neve nincs gyerekek, hogy mindegyik Einstein. Még egy Einstein. Merülés, hullámsír. Merülés, na. Vagy. Még mert ami inkább ilyen, ami nem fest róla a jó képet. Olyat aztán. Ja, fölvezetés. Ellenfelem hatalmas termetű, szinte óriás. Egykedvűen kenegeti testét olajjal, lazítja ijesztő izmait. Újongás zaja kísér a poron. Hosszan bókolok, csókot hintek a hölgyek bámulja felé, tollas kalpagon kellemkedve lengetem. Ruházatom minden darabja, bíbor köpönyege, hímzett gallé, finom cipő, és a hatalmas cizellát, csatok mind külön is csodálatot érdemelnek. Fegyvereim gazdagon díszítettek, első rangú műhelyek. A szemek csillogásán látom, sikerült elbűvölöm közönségemet. Ellenfelem kezében egyetlen szál penge. Felém lép, megbotlom, föltápászkodok. Zavartam pillantok oldalra ki. Nevetlen. Elrendezem fodraimat. Fegyverem keresgélem. Ez meg csak áll, szembe vele.
ruhám folytogat, füllet meleg, gúnyos hauta, tépem le magamról, nem kell a paróka, a szalagot. Itt áll előttem, szinte mesztelen, mégis én vagyok kiszolgáltatott. Ruhátlanul didergek a csendbe, karom hegye a föld. Ha felém lép, megemelem. Fegyvere félredobva csörre, a nézőtér üres, mindenki hazament. Tudod, az idejét annak, amikor ugye a motivumok, amik visszavisszatérnek a szolájába, legyen vele sokáig, hogy ezek vannak. Én azt gondolom, hogy ezek valószínűleg elkezdtek létezni, keletkeztek, és utána kezdtek egy mintázatot különözni. Mikor láttál... Azt hiszem, ez neveltetési dolog lehet, hogy nekünk nagyon sok történetet olvastak gyerekkorunkban, mi sokan voltunk testőrökötet, és történeteket olvastak, a Bibliát olvasták, amikben ilyen ős képletek voltak, mint Dávid, Góliát, a két testvér, Káin és Ábel, most tudom én, hadvezérek, Józsua és egyébként. Tehát az biztos, hogy én ezt nagyon-nagyon mélyen beszívtam magamba, és ezért nehéz nekem így a vallástól megszabadítanom Istent. Mert aztán ez annyira egynek gondoltam ezt a kettőt, egy időben, hogy az veszélyes volt. Tehát én az ezt gondolom. Meg a Sümegi vár, hát én Sümegen laktam. Tehát Sümegen voltam gyerek. Ahol egy végvári van, romjai, meg tehát napszerű dolgok voltak. De ott van az idő, az út, a levés, a szavak, amik hát sűntalanok, vagy talán egy túl súlyosak. Azt hiszem, ezek is erre ráfűzhetők, erre a nyelvi közegre, amiben én fölnőttem, hogy volt, van súlya a szavaknak, és vannak súlytalan szavak. Ne engedd meg magadnak, hogy súlytalan legyen. Időt. Elvezünk vissza a versekhez. Na? Egy-két ilyen alapmotívum van, például a kapu is nagyon sok helyen visszatér. Hát igen, az biztos, hogy a például a kapuról egyik, míg írsz egy résnyire, még mindig nyitva mögötted az ajtó. Amiért elindultál, a szavak körén is túl, beljebb van. De nyitva van mögötted az ajtó, s nem vagy magad, míg írsz. Csukd be az ajtót. Ez egy ilyen utolsó vers. Mert egy sokkal másabb, korábbi, ami nekem nagyon fontos volt, kapu vagy, a titok kapuja. Kapu vagyok, mögöttem a titok, ugyanaz. Kapu vagy, mert a kapu zárva is az. Hát ez a kapu. Címek vagy, mondom, hogy ezek a címek. Nagyon rövid frappás címek vannak. Akár nagyon sok mindent sejtetnek a következő szavakból, amik jönnek, persze, de valamikor egészen áttételesek. Hogy van előbb a cím, aztán a vers, a szöveg. Nem tudom, igazából nem tudom, mert ha adok címet, azt úgy adom, hogy az a kitevője legyen, tehát a hatvány, tehát ő a négyzetem vagy a kövön, tehát mit mond az íráshoz. Igazából akkor tartok jónak címet, az megsokszorozza az írás.
annyi mondát, az nem sok. De azt hiszem a végén jön, vagy kiderül, hogy az első szó az a... Az. Nem, csak úgy bőrkezem. Fontos időszakot az életedben, ami kettő kapcsolatban is fontos a férfi sátor ideje. És én azt gondolom, hogy eleve ez az egész történet, hogy kialakult, ebben benne van mindaz, ami már előtte benne az irodalom vonalán dolgozott. Viszont azt is gondolom, hogy a sátor is adott költészetetett dolgokat, impulzusokat, inspirációt. Igen, erről a sátorról nem tudom ki mit tud. Ez a lényeg az, hogy én amikor a 40 forma voltam, rájöttem, hogy minden nagyon jól halad az én életemben, ha így ránézünk, csak hogy én, nekem fogalmam sincs róla, hogy mi ez az élet, élek. És igazából a gyerekeimnek én van egy külön egyik, hogy ez egy külön szerep, nem tudok mit mondani. Mert van egy olyan határozott és nagyszerű feleségem, aki mindent intéz, mindent csinál, mindent megmond. Mire én fölfogom, hogy mi a kérdés, melyik iskolába menjen a gyerek, középiskola, addigra ő már beírom. Mire én erről beszélgetni szeretnék. Tehát én egy nagyon lassú vagyok, a férfiak nem tudom milyenek, én ilyen vagyok. Tehát egyszer csak 40-es koromban rájöttem, hogy hát pótkeréknek se igazán, nem hogy kormánykerék nem vagyok, pótkeréknek se kell igazából. És ez nem jó. És akkor összehívtam a barátaimat, és hát mondom, most akkor leveszem a mintát, hogy ti hogy csináljátok. És kiderült, hogy olyan nagyon kész mintáik nekik sincsenek, és a végén elsírtuk magunkat úgy, testületileg 10-en körülbelül, hogy hazudunk. Azt hazudjuk, hogy okosak vagyunk, hogy mindent tudunk, magabiztosak vagyunk, erősek vagyunk, stb. Közben gyávák vagyunk, hazudunk, bizonytalanok vagyunk, és jól eltéleccoljuk a dolgokat. Úgyhogy aztán akkor ez viszont egy nagyon-nagyon mély pillanat volt, és elkezdtünk összejárni, hogy de jó volt elmondani ezt, úristen, hány éve játszom ezt a szerepet, és senki nem várja tőlem, végül is nem ezt várják. És akkor elkezdődött ez a sátor, ami férfi közösségeket jelent igazából, akik beszélgetnek. Sintenektek a szarvasságát szólt a fány. Igen, például, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó korszak volt, mennyi az idő, hogy nehogy aztán túl tegye. Még van egy kicsi. Kicsi van? Na jó. Nagyon foglalkoztatott engem ez, és ez úgy igazi, hogyha azt mondom, hogy nem találom az apáma, rége elment, szarvassá vált, de még így sem idegen. Keresem és nem találom a nyomát, sűrű erdő szaggatja meg a rúd.
hát például az apáinkkal elvesztettük a nyomot, és mi kétségbe esetten hajkuráztunk egy szerencsétlen homo sapiens darabot, egy valakit, hogy rajta leverjük ezt a hiányt, és közben arra kellett rájönnünk, hogy egy férfinak minden férfi az alkalom, függetlenül attól, ami jól jött is valaki, de a mintát sok férfitól veszi, és az a jó, mert harcosok, mesterek, tanítók és egyebektől veszi a mintát. És nem egy szem, tehát nagyon érdekes ez a mostani nukleáris család és hasonló, ugye egy darab férfi, egy darab, még jó esetben egy darab férfi, egy darab nő és gyerekek, de már ez is nagyon-nagyon-nagyon nukleáris, tehát nagyon pucér, mint a szilva magát. Abból nem lehetnek párkőzni, az csak ma. Úgyhogy aztán ez a férfi sátor, hogy rájöttünk, hogy beszélgetni kell, mert mi egymásnak is az apjai vagyunk, egymásnak is egy gyerekei tudunk lenni, elmerem mondani nektek a problémámat, akár gyereknevelés egyébben jön elő, ti is elmondjátok, de soha nem mutatjuk egymást, soha nem mondjuk meg, hogy mit kell csinálni. Meghallgatjuk, hogy mit mondasz, és ez a férfi sátor. Na és onnan szólt ez az előző lélek. Leszakadt kabátgombok fejedre. Igen, a leszakadt kabátgombok. És ide csak annyira, szóval azért énekeltem el, mert arra is rádöbbentünk, hogy nekünk ezek a nagyon szép régi dallamok adottak, de nekünk most nem biztos, hogy a túlkevei állomáson való szállott a mozdonyra, tehát és a világháborús. Én nagyon nagyra becsülöm az akkori elejéket, akik elmentek a háborúért. De most nem biztos, hogy arról kell énekelnünk, hanem talán arról, hogy mit kezdek az apámmal, akit be kell rakjak öreg otthonba. Na most mi van? Ugye? Vagy már az anyámmal nem bírnak egy fedél alatt lenni. Na most mit csináljuk? És ezek népdal. A népdalba tegyük bele, ami jelenleg van. Úgyhogy ez nekünk egy nagy élmény, és a Gergő említi a dalok a férfi sátorból, meg a leszakadt kovágombok. Hát ezek ilyen nagyon ki. Ezek ilyen eszenciák is, nekem úgy élem meg, hogy ezek a hosszú évek alatt megfogalmazódott kis leszűrt eszenciái azoknak az egyébkéteknek, ami lehet, hogy csak egy négy sorban jutott testet, de hosszú éves órák vannak. Csak akkor, hogy lássátok, ebből felolvasok egy-két mintát. Lábnyom vagyok az idő homokján. Isten újra nyoma rajtam minden találkozás. Ébredés. A világ körülöttem gyűrött lepedő, nyugtalan álomról beszél, vagy nyugtalanná teszi az álmomat. És végül az utolsó leszakadt kabátgombokban fázom. A gombok ugyan nem melegítettek, de legalább hordhatóvá tették a kabátot. Mire hazaérek, Isten már befűti a cserépkályhát. Na végre, szólt, játszunk. Az asztalon már ott vannak a csapatok. Leszakadtak kabátgombok. Nagyon-nagyon erős emlék bennem az, hogy valamikor 90-es évek végén beszélgettünk, engem az életem kérdését foglalkoztattak akkor éppen, és valahogy az maradt meg bennem, nem fogom szó szerint idézni, de hogy valójában így beleszakadtunk ebbe a világba, és valahogy ezen a hártyán keresünk a lukat, ezt a visszaútat keresett. Te is, hogy azért el tudsz itt így lenni, de valójában hazafele találod utat, hogy azt keresed, ez van benned. És nagyon sok szöveg volt az, aminek ezt felidézte.
Hát igen, az biztos, hogy én nem érzem itthon magam ebben a világban. Tehát nem vagyok itthon a Földön. Talán oda találok. Talán vissza. Föld. Aztán könnyű lábbal lépdelek felhőről felhőre, át a túlsó partra nézek, nem a víz tükrére. A tavon bizonytalan lépdelő fény alkonyatkor elveszte szem elől a napot, s benne élő hitét merülni kezd. Rémült kiáltására nem fordul meg a nap, elkapja, mint egykor ő, Péter. És egy nagyon szép, ami olyan szép, hogy akár nem is ismertem. Isten partja. Mi vagyunk a sziklák, rajtunk szakad szét a tenger csendje. Belénk ütközve följajul az Isten. Jani szeretném megfosztani a lehetőséget, tőle a különbséget, föltegyenek kérdéseket, akiben van. Ne csak mi beszélgetünk, hanem lehetőség van arra is. Nekem egy kérdésem van. Tátos ének. Mit tátos ének? Jelenc Pispa. Igen, igen. Hát ez az előzőhöz, ugye szarvassá vált. Íj a világ, pillanata úr, íj a világ, pillanata úr, magam a vesző, magam a vesző, ki célra tartasz, a világ teremtő, íj a világ, pillanata úr, magam a vesző, 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 ki célra tartasz, a világ teremtő. A világ, Isten kezébe lant, új a nyomán bendül élettel, szelő vagy, szelő. Megkérte a barátunkat, hogy ezt olvassa fel, mert egy kiváló, azt mondhatjuk mindannyian lezárás, ugye? Igen, és hát a véletlen hozta, de kiválóan sikerült. Köszönöm a kérdést, köszönöm Hajnal Gergelynek a beszélgetést. El kell mondjam, hogy én hátul voltam, és mióta nem használtok mikrofont, a te szabadat alig lehetett érteni. De Veliszko Péter barátunk most is, mint mindig, minden estünket felveszi. Videó felvétel készül, amelyet hamarosan lehet látni a Naput online-on, tehát amit esetleg most nem hallottak, és gondolják visszahallgatni, ott majd ezek a kérdések Gergely hallhatók lesznek. A válaszok a fontosak, azt gondolom. Tessék? A válaszok a fontosak, azt gondolom, hogy Én azt hittem, hogy a György barátot, aki Jószán még megkérem, de ez az ének hadd legyen a vége. Lehet? Igen. Ennél jobb. Tehát az a melódia, amit te játszanál, az
elvinni a hangsúlyt, úgyhogy egyetlen. Ebben maradtunk, hogy a vég... Jaj, bocsánat, ülve maradtunk, bocsánat. Nem. Hát baj, a hátul semmit nem van. De hallani talán hallana. Úgyhogy köszönöm az ő játékát is. Mint hogy oldalt voltam, hát láthattam meg, amikor időként nem volt szó, kis hallgatás állt be, akkor hát lenyűgöző csönd volt itt a közönség között. És oda szegeződtek a szemek meg a fülek barátunknak a tolmácsolására, értelmezésére, versmondására. Nagyon szerintem örömmel tapasztalom, hogy megfogta önöket, megfogott benneteket. Ez a kötet olvasható is. Itt van, hoztunk, hozott zöldipari is, meg hoztam valamennyit én is. Egyúttal felmutatom ezeket az acskókat, tehát amikor már jönnek, ami kitüntette éjjünkét, és el akarják inni azért az elég testes, akkor lesz hozzá az acskó, tehát nem hónaj alatt kell elvinni. És van egy olyan hely, közlemény szerűség, hogy mi igazán, és ez általában így szokás, 7 óráig adták ezt a termet, és a kedves kinti munkatársak miattunk megengedték, hogy még itt valamit egy kicsit túlóráznak, de legyünk erre tekintettel, mert hátul vár még bennünket többféle ital, meg többféle sorsütemény. Elindítálok mindenkit, köszönjük mindenkinek a türelmét, ami nem kellett, hogy legyen, mint az előbb mondtam. És dedikálni fog, Mari, ugye fogsz dedikálni? Hát, ha valaki szeretné. Így fog. Rámehető van. És egyúttal azt kell bejelentsem, hogy mához 2 hétre, ugyancsak 2, akkor 7 könyvnek lesz a bemutatója a Bolgár Kulturális Intézetben, Adrási 14, tehát pont mához 7 hétre, de 6 órakor. Nyilván az itt lévők legtöbben nem fog tudni kapni, legtöbben, de már most megyünk. Köszönöm szépen, várom a díjazottakat, hogy elvigyél a könyveket.